Most még üresen áll ez a terület a sebészeti tömb mellett a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórházban. Jövő tavasszal viszont már egy 5050 négyzetméteres, kétszintes parkolóház áll majd itt a tervek szerint. A kórház területén bár 320 darab parkoló található, mégis problémás a megállás, ezt oldja meg a most induló új beruházás. Ez a korábbi fejlesztések utolsó, lezáró szakasza. Ez tulajdonképpen még a úgymond tömbkórház projektnek a utolsó szakasza gyakorlatilag. Ugye itt volt egy olyan időszak, amikor a tömbkórházra szánt forrás az gyakorlatilag hát ugye befejeződött, és újabb forrás kellett ahhoz biztosítani, hogy ezt a tervet egybe tudjuk, újra tudjuk megvalósítani, és ez a forrásteremtés, ez kormányzati, államtitkári és egyéb segítségre volt szükségünk. A parkolóházhoz egy külön bejáratot is nyitnak majd. A Józsa András Oktatókórházban a fekvőbeteg ellátást évente közel 80 ezer, a járóbeteg ellátást pedig több mint 2 millió beteg veszi igénybe. A kórházi fejlesztések mindig egy hármas célt szolgálnak, a betegek biztonságát, az ellátás hatékonyságát, valamint a betegek és dolgozók kényelmét, a parkolóház építése leginkább most az utóbbit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház a legnagyobb hazánkban, országos szinten pedig az elmúlt években ide érkezett a legtöbb uniós forrás, közölte Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a parkolóház alapkőletételén. Több mint 20 milliárd forintról beszélünk az elmúlt időszakban, és ez tényleg így van, tehát miután hogy ez egy egész megyét lefedő kórház, ezért teljesen világos, hogy ide kellett több forrás is allokálni. Ez a 20 milliárd forint ez az első helyen szerepel a listában, ahol azt kell rangsorolni, hogy ki mennyi forrást tud felhasználni. A kórház további beruházásokat is tervez, szeretnének többek között egy új nővérszállót építeni, felújítani az STK épületét és fejleszteni az egynapos sebészetüket is a közeljövőben.